Jó estét kívánok, aktuális című műsorunkat látják. Szeptember utolsó napján kezdetét vette a hagyományos fáklyás felvonulással a 27. Csabai Garabonciás napok. Ez az a rendezvény, ami évről évre rengeteg fiatal, de diákot mozgat meg. A programsorozatról ma esti adásunkban Fodor Józseffel, a rendezvény alapítójával beszélgetek. Üdvözlöm! Üdvözlöm én is a tévénézőket! Azt hiszem, ha azt mondjuk, hogy Csabai Garabonciás napok, manapság már nem újdonság az itt élőknek, pláne nem a fiataloknak és a diákságnak. Mi volt az, ami annak idején elindította a Garabonciás napokat? Hogyan indult el a kezdeményezés? Csak annyit szúrnék közben, hogy szerintem már a szülőknek sem újdonság, mert hogy rengeteg olyan diák van mostanság, akár ebben az évben is a Garabonciás napokon aktív résztvevőként, jelöltként, zsűritagként, kampányfőnökként, akiknek annó már a szülei is diákként még résztvevői voltak. A kérdésedre visszatérve, 1992-ben indult a rendezvény, tehát ez a 27. év, amióta megrendezzük. Ezzel ez Magyarország legnagyobb múltra visszatekintő és legnagyobb tömeget megmozgató lokális középiskolás rendezvénye. Annak idején a rendszerváltás követően azért került megalapításra ez a rendezvény, mert hogy tulajdonképpen a rendszerváltás után megszűntek a korábbi hagyományos városi szintű ifjúsági és középiskolás rendezvények, események, versenyek, akár még a József Attila szavoló verseny, vagy a Vándor Talicska, amik korábban voltak, minden megszűnt, és igazából ennek a korosztálynak nem volt semmiféle városi szintű programsora, és ezt az űrt volt hivatott kitölteni ez az esemény. Ugye a meg annyi szórakoztatást nyújtó program mellett a rendezvény magáról a versengésről is szól, és valamilyen szinten a közéleti szereplést is tanítja a diákoknak. Mi az, amiben még segíteni tud a rendezvény a diákoknak, a fiataloknak? Hát iszonyatosan önállósítja őket egyrészről. Tehát vannak olyan diákok, akik tényleg aktív szereplők, ahogy az imént is említettem, a jelöltek, kampányfőnökök, zsűritagok, stábtagok, akik egy komplett választási kampányt kell, hogy lebonyolítsanak. Tehát ők maguk találják ki a kampányelemeket, a programokat, ők maguk szervezik meg, biztosítják a technikai hátterét, szerveznek szponzorokat, vagy hajtanak fel, kutatnak szponzorokat, tehát gyakorlatilag teremtik meg az anyagi feltételeit az egyes választási kampányeseményeknek, leszervezik a programot, lebonyolítják, mindehhez közönséget szerveznek, a jelöltek rengeteg szabad szereplésen vesznek részt, tehát hogy nagy közönség előtt is, illetőleg kisebb fórumokon is önálló beszédeket mondanak, önállóan szerepelnek, tehát én azt gondolom, hogy nagyon jól felkészíti az aktív résztvevőket ez a rendezvény későbben a későbbi majdani felnőtt életre, és egyébként közéleti szerepvállalásra is, vagy akár egyszerűen csak állásinterjúkon magabiztosabban tudnak majd később a felnőtt életükben megjelenni. Ezen túl azért közösségformáló ereje is van a programnak, jól sejtem? Mindenféleképpen, hiszen a diákok nem a Garabonciás napokra készülnek az utolsó hetekben, hanem ők már az iskolában összeállnak, hiszen az iskolák jelentős részében különböző csapatok mérik össze a tudásukat, és egy mini Garabonciás napokat lebonyolítanak az egyes iskolákban, és ott választják ki egy hasonló verseny folyamaton belül azt, hogy melyik stáb és melyik jelölt lesz az iskolának majd a képviselője, aki a Garabonciás napokon az iskolának a jelöltje lesz. Tehát ők majd éven keresztül együtt dolgoznak, együtt készülnek, úgyhogy iskolán belüli mikro, majd később a Garabonciás napokon makroközösségeket is tud generálni ez a rendezvény. Akkor nagyon összetett maga a Garabonciás napok, ahogy az elejétől a végéig összeáll ez a programsorozat. Nyilván, tehát ahogy felsoroltam az imént, tehát komplexitásában kell a diákoknak önállóan a rendezvényeiket megszervezni, ki kell találniuk azt, hogy mit képviselnek, mi a programjuk, milyen pártot alapítanak ehhez, a pártnak ki kell találni az arculatát, a brandjét, a logóját, mindent. Ugye a tavalyi évtől kezdve új helyszínen van a City, a központ, és ha jól tudom, több szervezettel is együttműködést írtak alá. Milyen változásokon ment keresztül a Garabonciás napok az elmúlt években? Hát az elmúlt években rengeteg átalakulás volt a rendezvénynek a szerkezeti egységét tekintve. Ugye
A központilag szervezett szórakoztató eseményekből jó néhány kikopott, illetőleg jó néhány olyan versenyszám szűnt meg, amire az évek előre haladtával már nem volt igény, ugyanakkor viszont teljesen más típusú újabb versenyek lettek felvéve a repertoárba. Ami a legtöbb változáson ment keresztül, az maga a diákpolgármester választás és annak a lebonyolítási módja, illetőleg minden évben küzdelmes volt, hogy a Garabon City-t azt megépítsük-e valahol, vagy ne építsük, illetőleg, hogyha megépítjük, akkor mi legyen ennek a helyszíne, és most egy szerintem egy megfelelő kompromisszumos megoldással a Garabon City az tulajdonképpen létezik, működik, ezt elképesztően intenzíven be is lakják a diákok, és ennek az új helyszíne lett gyakorlatilag a kampusznak az udvara meg a területe. Ha jól tudom, ennek azért egy pályaorientációs része is van. Így van, tehát gyakorlatilag a Gál Ferenc főiskola és a SZIE is, a Kodolányi is kin van folyamatosan, és nem csak a Cityben vannak kin standjaik, hanem ilyen szabad egyetemi jelleggel benn a kampusznak az előadó termeiben is a napközben tartanak előadásokat. Ugye említette ön is, hogy milyen változásokon ment keresztül a garabonciás napok az elmúlt években. Idén melyek azok a programok, amelyeket kiemelne? Hát én egyrésztről, amit az imént említettünk, tehát a felsőoktatási intézményeknek a szabad egyetemi előadásait, azok szerintem nagyon izgalmasak, én azokat nagyon-nagyon tudom ajánlani a fiataloknak. Nagyon sokan jelentkeztek már a mai napra is, illetőleg a következő napokra is. Másrésztről szintén szabad egyetemi jelleggel a Beck Zoltán, a 30Y-nak a frontembere tartott a mai napok rendhagyi irodalomórákat, holnap pedig zenész oktatást fog vinni egész délelőtt, három tanórák keretein belül, illetőleg hát én most az idei évben, amit kiemelkedően jónak tartok, az egyrészt látom, hogy a diákok milyen kiváló önálló kampányrendezvényekkel készültek, másrészt pedig a mai és a szerdai kampánykoncertek, amik szintén a diákok saját maguk találták ki és szervezték le a fellépőket, ott egészen izgalmas zenekarokat is sikerült most becsábítaniuk. Mennyire vált be az új helyszín és az új programokat, mennyire szeretik a diákok? Van-e már valamilyen visszajelzés ezek kapcsán? Én most kintről jövök a Cityből, illetőleg délelőtt is kint voltam, és meglepően sokan voltak délelőtt kint, tehát még tanítási időben is nagyon-nagyon intenzíven belakták a Cityt, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy szerintem mindenféleképpen bevált, és nagyon jól el van szeparálva, ugyanakkor viszont oktatási intézményi szinten felügyelt körülmények között vannak a diákok. Hogyan és miként jellemezni az idei mezőnyt? Ugye 8 iskola, 8 diákpolgármester jelöltje méretteti meg idén magán. Mennyire szervezettek a stábok ebben az évben? Én azt gondolom, hogy itt nincsenek már az évek között rettenetesen nagy eltérések. Tehát ahogy kicsit korábban említettem, az iskolákban a diákok, azok már egész évben készülnek a garabonciás napokra, és a saját belső versenyeiket lebonyolítják. Így módon gyakorlatilag olyan szintű beágyazottsága van már az oktatási intézményekben ennek a rendezvénynek, hogy egészen magas színvonalon tudnak a diákok rákészülni magára, aztán a városi garabonciás napokra. Tehát nincs nagy színvonal ingadozás, tehát nincs olyan, hogy a tavalyi év az lemaradottabb volt, vagy sem. Jövőre van-e már valami terv, lesz esetleg valami újítás, készülnek-e valami új kezdeményezéssel? Hát ez mindig azon múlik, hogy az idei nyertesek miket fogalmaznak meg, milyen igényeket, milyen változtatási igényeket fogalmaznak meg a következő évekre vonatkozóan. Úgyhogy ezt majd a diákokkal fogjuk megkonzultálni a jövő héttől kezdődően. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!